Thank you.
Sziasztok, srácok! Ma Fortnite-ozni fogunk. Elég régen volt már amúgy stream. Azt hiszem két héttel ezelőtt volt, de most itt vagyok. Grázni fogunk, mapot fogunk építeni, ahogy a címben is láthattátok. Láttam, került be a shopba a Naruto. Naruto Kakashi Bundle. Meg láttam, hogy a locker is változott egy picikét az update-ben. D-Drum mapot fogunk most építeni. De az, hogy hány leveles lesz, azt majd így menet közben majd így kitaláljuk. Kezdjük is bele. Na, a hub is változott, ahogy látom. PvP Royale, ez egy... ezen kívül, a mappon kívül, a D-Tron kívül mostanában szoktam csinálni egy Battle Royale mappet. Eddig négy hely van a mappen. Van ez a Spawn Island előtt. Tudjátok, ez a kis hely minden Battle Royale match elején, ahova élettek. Mert ugye nem egyből kezdődik a játék, hanem még előtte élettek egy ilyen kis szigetre, amikor várakoztak a játékosokra. Ne ez az akar lenni. Van rajta négy hely, ugye? Mint mondtam. Spooky Land, Like City, the Tower és Lucky Woods. Spooky Land egy temető akar lenni. Lucky Woods... egy erdő. Az nem lenne egyértelmű a nevéből. Akkor... The Tower, ez egy torony. Akkor lenni a vízben. Itt. Ez. Itt van egy kis hidacska. És Lake City. Ez meg értelemszerűen egy város. Ide a lépcsőnél, itt rejtettem el egy ládát, itt. Ezt is majd lehet a stream végén fogjuk picit csinálgatni, de ami most a lényeg, az a D-Tron, ugye? Create new. Ez egy, ezt a, szerintem a Grid Island-re jó lesz, ezt. Egyelőre, mivel még nem tudjuk, hány leveles lesz, majd ezt így ugye menet közben kitaláljuk. Ezért csak Death Run, ugye?
hozzászoknék a billentyűzetes íráshoz. Ugye én régen kontrolleren játszottam. Most már ugye átálltam billentyűzetre. Na, szerintem itt a szélénél fogom kezdeni. Itt. Elsőnek megcsinálom azt a kis helyet, ahova éledünk. Item remover. Láttam, jöttek be új dolgok rába. Most ezeket megnézem. Name, XP reward. Aha, az ilyen reward. Akkor lenni, azt hiszem, ilyen XP meg ilyen. Class. Description. Jó, hát szerintem ez nekünk most nem kell, mert anélkül is tudunk egy jó megdítrának csinálni. Nem zöndő. Ezt meg gondolom az inventory tudja remove-olni, ugye? Item remover. És ahhoz van gondolom egy device. Na, picit letekerek. Legyen kék. Akkor kell nekem egy ilyen padló. Kell, én fog egy ilyen fal. Oké, nagyjából így ennyi. Itt még talán egy ilyen lépcső. Ja, igen, spawn pad. Kelleni fog billboard. Riffs. Kell még más, még talán egy NPC-t amúgy oda az elejére. Majd meglátjátok, hogy biztos most egyből nem akar beugrani, hogy mit akarok. Igen, elsőnek azt tettem észre, hogy elsőnek 102-t foglal. Hogyha elsőnek rakjátok le egy bizonyos helyre, de utána meg csak 3-at. Az úgy fura. Jó, érdekes. Hát kb. Mekkora spawn kell. Hát úgy ekkora. Amúgy aki akar, majd nyugodtan jel segíteni. Befrendelem. Csak PLS majd akkor, hogyha akartok jönni, akkor ne cseszítek szél az egészt. Talán egy kicsit
előrébb, úgy kettőt, és meg vagyunk. Jó. Ez egy tökéletes méret. Igen, a drops az be van kapcsolva. Visible Darling Games, ez Novo, ne lehessen látható a spawn pad. Amúgy az ilyen bájtásokat, általában én a map végén szoktam. Ugyanúgy van kapcsolva a drops, de ez mint a fentébe, hogy ugyanolyan, nem tudom, mint a picit fentébb lenne. Amúgy igazából tök mindegy, mert ha mondjuk odarakom, akkor meg mivel ki van kapcsolva, hogy látható legyen, ezzel nem is lesz, tehát ez a része ott, az alsó. Csak magadat látod, ahogy életsz, ezért konkrétan így le fogsz esni. Mert hogyha be van kapcsolva, hogy ez látható legyen, tehát ott legyen, akkor így ezen állsz, és akkor ugye, tehát... Várjátok. Nem mutatom, mindegy, értitek, nem fogom most nem mutatni. Szóval az a lényeg, hogy mindegy, hogyha be van kapcsolva, vagy nyálasan látható. Igazából azt úgy kéne, hogy egy forma közel legyen egymáshoz, meg egy sorba legyen. Player 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, elég lesz 16, úgy se tudok customet indítani. Ez most 9 volt, ugye? 3, 6, aha, az 9, akkor ez így jössz be 10, 11, 12, 13, hát ezt jól megcsináltam, 13, 14, 15, 16. Jó. Oké. Majd végén akarom ezt befalazni. Legyen itt. És akkor itt lesz egy ilyen rift, és akkor jön a board, billboard, ezt elforgatom. Ott van kapcsolva a drop, kikapcsolom, így. Hát így jó lesz, és legyen az, hogy play. Ez, ugye ez a riff lesz az, ami bedob a... Mondjad már... A pályára. Mondjuk ezt még lehetne picit hátrébb. A billboardot, meg a driftet. Ja. Oké. Mondjuk legyen itt az ember.
WC, azt hiszem valahol itt, itt jó lesz. Jól látom, hogy... Hát gondoltam, hogy sokat foglal a NPC, de azt nem, hogy ennyire. Legyen Jonesy. Aki fog... Ja, legyen Jonesy, aki üdvözöl minket. És kéne ide is egy billboard. És ide az lenne írva, hogy üdvözöllek. A pályán. Így. Hát mondjuk picit előrébb kéne ezt. Jó lesz. Hát mondjuk, ez mi ellen, hogy néznek vajon ki, hogyha red lenne? Text color. Red. Hát, nem tudom. Nem annyira nem jön be. White. Ilyen az alap amúgy. Jó lesz. Úgyis kék háttér. Olyan jobban fog látszódni majd. Mint most. Hát ugye kék fal lesz. Oké, befalazom. És szerintem ezt nem is kéne. Itt is be kéne úgy falazni. Jó, ide is kéne padló. Jó. Picit túlzásba vittem a repülést. Mert itt repülve akartam lerakni ezeket. Hát ugye úgy gyorsabb. Csak úgy ugye nehezebb. Mert ki tudja, mikor rakom össze-vissza. Vagy túlrepülök, vagy ilyesmi. Jó.
Jó. Szerintem ezt egy picit bentébb. Mondjuk oda. Így. Billboardot is picit bentébb raknám. Ezt már nem nagyobbra raktam. Ezt is. Biztos, ahogy átraktam, úgy átállítódott ez is. Rendben, ez így már egy tök jó kezdőhely, ahova jelledünk. Mik ezek a hangok, Jézusom? Tényleg rakni kéne egy kis zenét, mert egy picit unalmas, vagy nem muszáj. Hát... hol a rádió? Jesszusom, ti is halljátok ezek a ezeket a hangokat? Hallatszódik a streambe. Remélem, hogy ezek a zenék ugyan copyrightosak. Ezeket amúgy azért akarok amúgy zenét berakni, hogy ne legyen annyira unalmas map. De amúgy remélem, hogy ezek nem copyrightosak. Legyen ez... Hát nem baj, majd max elcseréljük, ha nem jó. Egy pillanat. Csak megnézek valamit. Jó, itt vagyok. Még ide lehetne valamit. Mondjuk. Hol van a... Merje. Ezt még sose használtam. Várj, itt elfelejtettem valamit beállítani. Hogy az egész mappon hallatszódjon. Ezt hova kell? Volumnál? Nem? Itt kell. Na. Így. És... ezt megnézem. Én ezt még sose használtam. Azt inkább default-on hagyom.
Sokat foglalnak ezek. Vagy nem is, ezt nem is ide. Most nem nyomok semmilyen, most nem használom az egeret, de húzza jobbra a nézetet. Nem tudom miért, de idegesítő. Így, vagy amúgy ezt látszódni fog majd a mappen ez. Aha. Na hát, amúgy én nem is ezt akartam, hanem... Hol van az a... Az a... Majd mindjárt meglátjátok, hogy én mire gondolok. Ezt szállom kreatívba, hogy mindig 10 percig keresek valamit. What? Tán kivették. Várjál, de... De. És akkor... Ez volt régen a neve? Ez... Na, ez a holoscreen. Ezt kerestem. Ezt átrakom. És ezt szerintem itt oldalt jól kinézne. Már ha a drop nem lenne kikapcsolva. Csak ezt a... Ezért akarom, ne legyen ilyen körbe. Ez még váltás. Instance. Ez a kép... Jó, akkor így is jön. Akkor ilyen görbe marad. Hogy minek mondjam ezt. Igazából, hát jó lesz ez amúgy, ez a kép. Jó lesz a stick. Na, ilyen kéne a másik oldalra is. Csak hogy szimmetrikus legyen, akkor jól tudom, hogy... jó. És akkor ebbe? Itt. Azt hiszem. Ez most komoly. Hmm.
Na, úgy, na várjatok. Repülés, most leveszem. Így egy is nagyára. Így ezt nehéz megcsinálni. Mondjuk azt olyan picit fentébb van, vagy nem? Hát mondjuk szinte ugyanott van. Jó. Még szeretnék ide egy két dolgot, egy ilyen skin váltót, meg szeretnék ide mapre egy ilyen hard message device nevezetű zét, amivel beállítom azt, hogy a egy ilyet. Szerintem olyan 3 second display time, 10 másodperc, és bold orange. Na, start. Így, ez ugye még nem vezet sehová. Ja igen, a csákányt azt kiveszem, hogy ne lehessen szétütni a falakat. De aki érdeklődik, hogy hogy lehet az bált, hogy ne lehessen szétütni a falakat, mert ugye én most úgy fogom azt magadni, hogy kiveszem a csákányt, de aki az iránt érdeklik, hogy ne csak csákánnyal, tehát csákányod van, se tud kiütni a falat, akkor ezt úgy lehet megoldani, hogy szóval már régen állítgattam. Nem tudom, hogy rosszat fogok-e mondani. A settingsnél ezt a kettőt, hogyha ilyen buildes mapot építetek, tehát úgy értem, hogy amiből lehet bildelni, meg ilyenek, mint tudom én, zombárszt és olyat akartak, hogy ne lehessen szétlőni, meg ütni a falakat, akkor environment damage, player build only, rá szoktam rakni, és structure damage-re enemy and self build, hogy jól tudom, de aki tudja, az nyugodtan kijavíthat engem, hogyha hülyeséget mondok, mert már ezt régen csináltam. De most én ezt nem fogom piszkálni, mert most a csákányt fogom kivenni. Az úgy se fog kelleni, és az úgy röviden megoldás. Többit meg majd talán beállítjuk. Jelítsük be most. Beállítom most. Na, voice chat. Én állra szoktam rakni. Főleg, hogy ez most coop lesz. Tehát nem lehet egymás benne megvalni. Tehát most nem izé lesz. Team, nem lesznek teamek. Ö,
free-for-all, hát mivel nincsen csak ezért nem muszáj átrakni kópra, hogy ne lehessen egymás megölni, de igazából na most maradjon free-for-all. Akkor... Várjatok. Mindjárt jövök. Itt vagyok, csak hívtak. Szóval a TeamSpring, tehát ezeket láttátok az előbb. Spawn limit infinite, mivel ez egy ditrán. Total runs. Hát ditránnál szerintem jó az egy, de hát igazából... Tehát ez az, hogy hány kör legyen. Hány round. Most beállítom 3-ra. De igazából... Igazából amúgy ez deep, tehát hogy ez nem egy 5 perces deep rant akarok összehozni, tehát hosszúra. Úgyhogy igazából itt újrakezdeni ugyanazt folyton. Tehát hogy újra csinálni, tehát hogy... Na, mivel hosszú lesz ezért, nem tudom ki akarja, hogyha... Tehát, ha valaki végre kiviszi, nagy örömmel, hogy ha, végre kivittem, yeah, akkor nem hiszem, hogy újra akarja kezdeni. Akkor újraindítja. Nem akar ilyen 30 perceket újra is. Tehát én, na, értitek. Hát igazából én nem álltok roundot. Round 1. Time limit. Szeretnétek, hogy mondjuk 10 perc után, vagy blablabla perc után vége legyen a meccsnek, akkor ezt beállíthatjátok. Én nem álltok be percet. Non-ra rakom. Oké. Hát mondjuk hús lesz vége, ott ez tök mindegy. Úgyis akkor lesz vége, ha kiviszik. Elimination to end. Hát az nem kell, meg ilyenek. Score to end, az váltom, mert lesz egy ilyen érem a végén, amit ha felveszel, akkor lesz vége a mapnek. A score to end 1. Oké, itt már nagyon nem kell sok minden. Sőt, sem se kell. Oké, itt az időt szerintem azon nem változtatok. Na, a healen azon viszont kell, hogy egyből meghallhass, hogyha egy akadályhoz élsz. Jó.
mit mondtam jó. Ne legyen. Ne lehessen építeni, azt is váltam majd. Ha lehet váltani az építést, azt lejjebb. All of building. Non. All of editing. Úgyse fogunk editálni, úgyse kell majd editálni a mappen, de azért átrakom, ezt nem lehet. No wonder. Oké, ha meghalom, hogy droppoljon itemet, nem? Vagy ki? Francba. Jó, respawn time 1 second. Full damage. Off. Glider ne legyen. Hogy legyen? Ne legyen. Többi maradhat így amúgy. Jó, ennyi. Végeztünk a beállításokkal. De még le kell ugye rakni a... ezeket. Ez itt lesz. Jó. Egy, kettő. Itt. Jó, következő. Itt. Jó. Itt lehet majd skineket váltani. Na, és kapok még egy ilyen riftet. És kezdhetjük. Legyen itt. Na. Az első egy ilyen. Kezdjünk ilyen kis könnyűekkel. Utána jöjjenek a nehezebbek. Itt legyen az. Fel kell menni, és itt majd lesz ilyen dead zone, vagy mi a neve? Dead zone, vagy nem tudom, mi a neve? Igen, damage volume, plate, és akkor majd azzal megcsináljuk, hogyha ide esél, akkor ide meghaj. És akkor egy ilyen blokkot, na, kockát át kell ugrani, a blokknak nevezzem azt. Közben, mert nem tudom, hogy túl Minecraft-osan hangoz. Ne hallatszol ugyanán túl a Minecraft-osnak. Így. Azt beépítem, de hülye vagyok. Na. Itt. Így. És itt lesz majd a checkpoint.
hány magas legyen az? Legyen ekkora. Oké. Berakom a Danish Woman Plate-et, hogy mi a neve. Így. Na, és kéne az pang, checkpoint. De mit nézze már rá! Jó, akkor azt kipillom, azt már visszarakom. Na. Így, és mennyire lehet max ezt növelni? Ekkorára? Várjál! Akkor ez csak a spawn pad, vagy a checkpoint lesz akkora, vagy és ezt nem egy hülye kérdésbe. Megnézem eddig, hogy haladok. Csak előtte valamit megnézek. Jó, szóval lehet még építeni. Jó, majd akkor az infinite materiált azt is kivesszük. Play. Ezt jól megcsináltuk. Tényleg elé is kell egy respawn, mert így ide éledek. Abba ezt már megcsináljuk. Már ott is meghalok. Nem, hogy akkor megcsinálom trappel, érted? Hogy ez ilyen bagos. Nem bírod egy átugorni, hogy mi van? Egyet meg már nem kivett. Jó. Majd megcsinálom.
az tényleg baros, mert már a szélét is, tehát egy négyzetet, egy egész négyzetet vesz, ez az ez a zóna, nem tudom, meghalsz, magasságból is négyzetet, és ugye ez a négyzet, ez picit hozzáér a széléhez. Óvatosan. De lehet glide-olni, nem? Lehet glide-olni. Jó, tehát mivel ez ilyen bagos, ezért kicserélem trap-re. Meg a... De nem mentette el a beállításokat. Ó, ember! Miért nem mentette el? You paint a more. Oof. Salmon tatta. Hello, building. Salmon tatta. Pickups és lézus, tudom, hogy elmentette. Már indul a storm. Glider ez nem lesz. Jó, hát sok lett értett ebből a elmenti üzéből. De egy óra. Hát a 3 óra után kéne amúgy indulni a stormnak. Ez miért van? Most az 3 óra volt. Na, de jó, hogy a padlóval együtt kitörni. Akkor rakunk trappet, mert ez bagos. Ugye nem bagos, hanem túl nagy. Ugye ez azért is lesz könnyű, mert úgy ugye mindent lehet így csinálni a trappet, hogy így tudjátok, hogy így oda mentek is vissza, és akkor amíg betöltődik a trap, addig átmentek rajta. Nem maktam ide spawn, hogy izé checkpointot, mindegy. Jó, ez csak akkor aktiválódik, ha beleesek, akkor jó, ez így már jó lesz. Amúgy azért akarom ilyen nagyobbra csinálni picit a spawn padet, nagyobbra, mert hogy így régen ugye olyan spawn pad volt, hogy nem olyan spawn pad, hanem ilyen paddó, és akkor nem lehetett átmenni rajta, és se akarom ahogy, hogy így nagyon úgy menjenek át egyes pályákon, hogy például, hogy ilyen sok vévest akarok, hogy el kell magad csak vévelni, akkor kiviszed azt a szintet, azt a részt, a sok éves, és utána ugye bemész a checkpointba, be lehet állítani, hogy olyankor törje a sok évet,
ez azért kell, hogy ilyenkor ne lehessen lecsolni, és ugye, és olyankor nem tudtál átmenni, úgymond. Ez meg, hogy normális kicsi méretre rakod, akkor... Szóval ezt normális kicsi méretre rakod, akkor simán át tudod ugrani, ugye. És akkor le tudod csolni, hogy magaddal viszed a sok vévet. Bár mondjuk itt még nem kell ilyen sok véves tudsz. Tehát nem muszáj azt, hogy ugye checkpoint itt. Tehát nem muszáj megcsinálni azt, hogy ilyen nagy legyen ez a checkpoint, mert itt még nem baj az, ha lecsolják. Jó. Checkpointot igazából nyugodtan láthatják. Na, jó. A következőre azt terveztem, hogy gondolom, most látjátok, hogy mi a lényeg. Szóval erről erre, szóval erről arra, arra pedig arra kéne ugrálni. De szokatlan most itt billentyűzeten parkőrözni. Tényleg, amúgy elfelejtettem a számokat. Rakjunk számokat, hogy nem muszáj. Azért utálok itt tesztelni, mert itt... Majd amikor rendítem a gémet, akkor tesztelek, meg itt túlrepülök. Jó, szátforgatom. Jó? Hát hiszem, akkor megcsinálom, úgyhogy ne repüljek. Már is kontrollerre úgy megy. Várjatok. Hú, de egyszerűen ez itt kontrollerem. Na, mindegy, majd a gémbe. Akkor elindítom. Majd amúgy talán simát játszunk, szólózunk is. Majd a stream végén. Nem muszáj az egész streambe mappet építeni. Ja, és ide is kell ugye checkpoint. Jó, megnézem. Remélem most elmentette a beállításokat. Aha, elmentette, jó, nem lehet építeni. Jó. Easy. Jó, ide is kell izét rakni, checkpointot. Úgy itt elsőnek ilyen direkt ilyen könnyűeket csinálok, hogy majd ilyen, majd később legyenek az nehezek.
hogy ezek csak így bemelegítésnek. Amúgy annyira utálom, hogy nem tudom, hogy ez egy bug, vagy az direkt van így, mert ugye 3 óra múlva szokott jönni a kör. 10 perc után néha már 5 perc kell, tehát 10 perc után már néha indul. És annyit látok, hogy már 5 perc kell, hogy bezáruljon a kör, tehát az ilyenkor nagyon idegesítő. Jó. Utána egy ilyen szintén ugrálós lenne. Ú, tényleg amúgy a tetőt azt elfelejtettem csinálni. Várjatok, ne is ilyenben legyen a tető. Egyrészt ezt sokan kérdezitek tőlem, hogy nem csak tőlem, hanem sok videóstól is amúgy. Meg ez jobban is nézze ki, barrierre csinálnám. És ilyen galaxi, tehát ilyen galaxi lenne a teteje. Majd mindjárt megmutatom. Hol a barrier? A plate verziót. Itt van a plate verzió. Jó. Így. Várjál. Oké. Szóval sokan szoktátok kérdezni, nem csak tőlem, hanem sok videóstól szokták kérdezni, aki kreatívan foglalkozik, hogy hogyan csinálnak ilyen galaxi mappeket, meg ilyenek. Na, az barriert szoktak használni. Ez elmutattam, hogy melyik device-oknál van. És itt a barrier style-nál be kell állítani, hogy mit akartok, például ilyen kő, meg ilyenek. És ezek közt van a nebula. Sokan ezt használják, és én is ezt fogom használni. Sőt, én szerintem a Nebula Purple-t fogom használni. És itt a méretét be kell állítani. Itt van a magassága, és a szélessége meg a... mi a neve? Szélessége, hosszúsága. Ez a hosszúság, azt hiszem. Itt szélessége. Igazából ezt szerintem az egész map ilyen lesz. Úgyhogy ezt felkom maxra. Így. Mondom maxra. Nem a magasságát fogom állítani. Így. És tadám, így. Ennyi. Ezzel most így át lehet menni, de majd a izébe, amikor elkezdődik, akkor majd nem lehet ezen majd átmenni. De amúgy meg, ha csak egy egyszerű láthatatlan falat akartok, hogy ne lehessen a pályátokba kimenni, akkor csak ennyi a dolgotok, hogy ezt berakjátok invisible-re, és akkor láthatatlan lesz, hogy tudom. Oké. Okay. Szóval a következő is ilyen ugrálós lesz.
Galériák. Nem tudom az, hol. Itt ebbe van? Aha, ebbe. És ezen kéne majd ugrálni. Vagy ne, ezen. Úgy itt vannak számok is. Hát, legyenek számok. Vagy ne legyenek. Nem tudom, majd talán a végén. Berakom őket. Na, igazából lehetne választani, hogy melyikre. Igazából tök mindegy. Rakok picit messzebbé, messzebb. Úgy, ez már tető. Na, picit magasan van. Kicsit lentébb inkább. Na, megint magasra raktam. Ezzel egy magasságban nem tudom rakni, hogy mi. Mik ez meg gondolom, meg túl messzi lesz. Na, ez meg már túl messzi. Normálisan bezzeg nem tudom lerakni. Jó. De ne rakjam már magasabbra. Messzebbre rakjam el magasabbra. Jó. Kéne nekem egy lebegő platform. Hol is van? Hol a lebegő platform? Itt. Jó. De kíváncsi vagyok, hogy le lehet-e úgy csalni, hogy hogyha innen ugrasz, aha, akkor is. Nem baj. És akkor ide kéne egy checkpoint.
elfelejtettem, hogy itt, melyik van? Melyik akadály? Elfelejtettem. De, ja nem mentem rá az izé checkpointra. Ó, megint, mindig elfelejtek rá menni amúgy a checkpointra. Na most rámegyek, azzal kezdek. Amúgy én egyszer már még picit régebben csináltunk egy haverommal egy azt hiszem 30 leveles D-trend. Igazából majd talán meg is mutatom. Tök jó lett. Csak esetleg ne essek bele a trapbe, és akkor tudom folytatni a mondandóm. Azt hiszem olyan egy hónapba telt az elkészítése. Itt meg nem raktam trappet, de hülye vagyok. Ezt respawnolni kell. Nem baj, de megcsináljuk. Kifutásból. Á, nekiütköztem a falnak. Az mi volt? Jól láttam, hogy picit megbagoltam. Mint hogyha nekiütköztem volna valami tetőnek. Úgy esett le fel a karakterem, vagy nem tudom. De be kell rakni a trappeket, mert így ez a respawnolgatás. Zuna, ez nagyon rossz. Na, nem legel, nem legel. Respawn. Rájöttem a taktikára. A legelsőt az úgy lehet kivinni, legelsőre. Úgy lehet ráugrani, hogy így full lefele kell nézni. Másodikat meg, hát pont valahogy máshogy. Neki pattantam a falnak. Bevertem a lábam. Ezt visszapattantam. De egy centi hiányzott. Kell kiütni a következő akadályhoz, úgyhogy teszteljem. Ezt már komolyan nem szemel. De vacs, nem ugrott. Amúgy ezt utálom, hogy van ilyen, amikor így, nem tudom, egyet ugrottam, azt már elfárad a karakterem, ugye van ilyen, hogy elfárad a karakterosokat ugrasz. Egyet ugrok, azt már olyan, el lett volna fáradva. Egyből. Még megnyomom úgy kétszer is az ugrást, azt így semmi. Várjál, közel teszem a mikrofonomat a Space-hoz, hogy halljátok, mikor nyomom. Tehát hallottátok, hogy nem tudom mennyire haladszódott, nyomtam kettőször is. Azt elég ugrott pár méterre fel. Pontosabban pár centit. Csak a Fortnite ugye
Csak a métereket nézi. Végre. Tehát a Fortnite-ban meg egy ilyen játékokban sose jött centit. Jó. De nem respawnolni akartam, hanem endelni. Megcsinálom oda a trappeket. Hol vannak a trappek? Úgy régen már, nagyon megszoktam, hogy régen, ott legfelül volt, csak azóta már sok minden került be, és hát került valahova máshova. Ide. Létezik, hogy pont annyi kellett. Ha létezik, hogy pont 5. Kellett mindenhova, mind a kettő helyre. Na, nem tudok, leteszelek valamit. És csak azért kiszámoljam, hogy elég magasan vannak ezek a cuccok. Jaj. Ez elég magasan vannak-e. Tehát nem fog már, hogyha erre ráugrasz már egyben meg a trap. Picit magasabbra. Vagy nem, igazából ide nem is akarok trappet. Úgyhogy lássalak, igazából az aljárással. Nem muszáj. Igazából, ha belegondoltok, nem olyan muszáj, hogy meghalj itt. Úgy is újra tudod kezdeni. Nem olyan, mint így, hogy lássalak, azt nem tudsz már csinálni semmit, csak respawnálni. Úgyhogy igazából nem töltöm a trappekkel az időt. Ezeket megcsinálom. Így. Jó. Igazából eddig tök jól haladunk. Jó. Mi legyen a következő? Már tudom, mi legyen a következő. Majd itt le kell ugrani. És nem szabad de meghalni, mert lesznek ilyen. Ilyenek. Findball bumperek. Jó, ha jól mondtam ki. Jó.
igazából nem kell, hogy feldobjon, mert úgyis ez meg fog ölni. Mert... damage-elni fog, ugye? Hát felrakom meg maxra. Biztos, ami biztos, azt egyben megdöglöttem. És legyen a színe amúgy. A színe. Hol a színe? Legyen red. Hogy látszódjon, hogy ez meg fog ölni. Ez red nekem annyira nem tetszik. Milyen színek vannak még? Jó. Na, mondjuk ezt talán jól néz ki. Gold az... green glove. Ez jól néz ki. Silver. Ez is... legyen silver. Valamint a green, meg red, meg blue lesz. Meg blue glove. Ez az az. Legyen silver. Igazából. Vagy tudjátok mit? Alapon hagyom. Jó. Poing. Oké, kéne spawnpad, spawnpad, na, checkpoint. Ez komoly. Pont beleesek. Gyorsan szedjük ki a izét, bazukát. Gyorsan. Hol a bazuka? Gyerünk! Remélem nem tízesebb ez a kör. Hol a bazuka? Meg! Itt van. Jó, mert egy HP-n van! Meg. De hogy jó hamar jött a kör, esetelt még 3 óra. 3 óra után szokott jönni a kör. Várja. Pont kifogytam bazukából. Amúgy. Mert kíváncsi vagyok, mennyi ideig tudok túlni a sztormba.
De amúgy ez szar. Már jön a kör. Már nincsen full damage, igaz? Nincs berakva. De nem sebez a kör, vagy mi? Pedig nem döglöttem meg. Szerencsére. Na jó, kilévelek a karába. Ezt visszalépek. De ez így fosom, úgyhogy alig telt el a streamből, megmondom nektek, egy óra, egy és fél órája megy a stream, és már jön a kör. Egy és fél órát töltöttünk el a karába, és már jön. Mert eredetileg, hogy jól tudom, 3 óra után jön, de mindegy. Na, ott írja, 4 óra múlva kéne jönni a körnek, ott a mapnél. Na, behívom egy barátomat, vagyis megpróbálom behívni. Vagy igazából request, hát mondjuk akkor nem tudok rázni. Mondjuk igazából nem tudom. Beletok, ráírok, ja, semmi, már nem létezik az a messenger akuntja. Jól tudom, vagy nem az övé. Akkor vagy bejön, vagy nem. Vagy igazából a stream végén picit betűrojálozni is fogok. Ne kérdezzétek, hogy sikerült, jó? Úgy, ennek nem az egész mappen kéne szólni. Ezt az előbb állítottam, bassz, már megint elállt. Ott van, be van állítva. Wall Island. Csak az előbb így, itt nem hallatszódott, hogy nem tudom, hogy biztos én voltam süket. Mondjuk erre nagyobb az esély. Jó. Következő. Legyen egy kis egyszerű. Mondtam, megkérdezzétek, jó? Inkább ne is reagáljátok rá. Ez még jobb. Szóval itt olyat terveznék, hogy ilyen csövön kell átmenni, vagy mi. Ilyen kis, nem tudom, pácka, vagy nem tudom, minek mondjam azt. Majd mindjárt megmutatom. Megtalálom. Azt hiszem itt van. Nem itt van. De amúgy aki szokott ilyen parkül, meg dítrámmapokat tolni, az tudja, hogy most miről beszélek. Nem itt szokott, ahol ott van. Szóval ilyeneken kéne átmenni.
így. Ezt nem lehet forgatni. Ja, csak kikapcsolt kontroller. Úgy azért nem forgatom billentyűzetem, mert amire van rakva a forgatás, az arra van rakva egy másik gomb is. Hú, de szokatlan, hogy sok billentyűzetezést után kontrollerezni. Jó. Meg utána lenne így. Így. Jó. Így, itt majd rak lesz trap. Pillanat. Hello, Nagy Ábel. Pillanat.
Jó, itt vagyok. Már rácsúsztam. Jó, jöhetnek a treppek. Nem damage balom, azt már egyszer megbeszéltük, hogy nem használjuk. Azt megölt a trepp. Tudtam, hogy a trap meg tud ölni, miközben készíted a mappet. Azt hittem csak akkor, amikor el van indítva. Mondom, amikor repülök, akkor nem érzékel. Nem hát, szerencsére. Hol aludtam? Csak azért, mert hogy ne legyenek ilyen lootok a meccs közben. Igaz, hogyha egyszer indítom, majd leendelem, utána már egyből el is tűnik, de ne. Jöhet a checkpoint. Igazából letesztelem a mappet. Jó. Megütköztem a falnak. Az. Ne, azt hittem elsőre. Mindig nekipattanak amúgy a falnak. Nem a falra, hanem a falnak. Legalább nem túl. Mert akkor rásnak a trepre. Tehát el kell találni, hogy mekkorát kell ugrani, és mekkora lendülettel, ami nekem nem mindig megy. Sajna. Na, de sikerült. Ez a része a pályának picit hasonlít, mint amikor a Minecraft-ba ugrasz felfelé a kockákon. De így le lehet csalni. Mert talán itt befalazom, és akkor itt egy ajtón kell jönni. Vagy nem egy ajtón, hanem egy lyukon, mert ott, ahogy látom, ott és azt teszteltem le, hogy ott lenne egy ajtó, be lehetne ott ugrani. De nem. Na, igazából eddig tök jó a pálya. De úgy hogy telik az idő, már
1 perc, vagy 1 perc, na, 1 óra 48 óta megy a stream, hogy jól látom. Tehát amúgy nagyon telik az idő. Talán, vagy majd megyek egy picit szólózni is, ne csak rázzak. Hábolok. És nem tudom, a PvP Royale most egy picit újítsak el. De szerintem most elmegyek majd szólózni. Picit már unnom a krát. Letesztelem ezt is. Jó, amúgy itt, ha lejár az idő, akkor meghalsz, tehát nem lehet itt kempelni. Így innen el kell ugrani. De elmegyek Lucky Woods-ba. Nem, de Tower-be. Megnézem, milyen lootot lehet ott szerezni. Ott nagyjából. Milyen lootra lehet itt számítani. A ládák számából. Van itt amúgy, hogy kettő fánál van, ott meg ott valamelyik fánál egy láda. Az kettő, három láda, itt van egy, az négy, meg ott fent egy, az öt. Tehát öt láda van, és azt hiszem négy, nem tudom hányan meg box, hát még számolta a több. Na és izét adott. Season 8-as fegyvert végre, nem Prime-ot adott. Egy széken az... Itt, én már túlugrottam, ez az egyik széken. Ezen a széken szokott lenni a mobox, így raktam a mobboxot. És ha egyes chestnél, egyes chestnél, meg a mobboxnál, a két előtt a ládát, akkor lebeg. De vagy jól útam van. Ezt nem is terveztem. Akkor az még mindig most a napra szűkült. Még minden benne van a körbe. De nem ezt akartam. Még van két fánál két láda. De mind a kettőnél kettő, értek. Szóval van még itt két láda. De most megyek tovább. Miss Mobiget, és majd megpróbálok a végső körig kivizelni, és megpróbálok majd túlélni. Szedjítem az összes healt. Heal itemet. Kivéve a shieldeket. Mert az pajzsat tölt, ugye? Átvetételésem is túl lesz az izé. Talán a sok évet hozom el majd csak. Fegyverek közül. Hogy tudjak gyorsan rotételni. Itt ugye rejtettem le egy ládát. Jó, itt is van egy láda. Az ammo boxot most nem tudom, hát ha van benne rakéta ammo.
pont nincs. Ez sosincs egyikbe. Még a BR-be sem. Rendesbe. A szóba sem. Az sose. Meg a tetőn is van egy láda. Ez a durva, hogy nekem kellett a házakat összerakni, tudtam lerakni, csak úgy ledobni, mert úgy így sokkal több tárhelyet foglal, és akkor már rég betelt volna a tárhely. Úgyhogy picit nehéz volt ezt a medpet összerakni, de nyilván meg nincs kész, még egy-két helyet tervezek rá, meg ilyenek. Mondjuk egy bandage-nek örülnék. Ez mi? Hogy itt fényesebb. Mindegy. De. Bandage. Az gyorsan lehet betölteni, nem úgy, mint a medkitet, mert az jobban ajánlott, amikor már tizet sebb ez a kör. Akkor meg kilútolom ezt. És mindent kilútoltam már, ugye? Hát nagy esélye nem Lucky Boots-ra, meg Spooky Land-re fog szűkülni az alkör. Ugye csak egy láda van. A Spawn Shield-ot ad. Amíg talán át tudnék menni Spooky Land-be, az még úgy félig. Tehát közelebb van, mint Lucky Boots, így ránézésre. Csak ugye nagy esélye nem rá fog szűkülni a kör. Nem úgy középre. Általában. Talán átnézek odáig. Nincs olyan az össze az... Nem tudom, fél percre megérje, de megcsinálom. Hát a 0,0 eséllyel ad rakétammód. Valamelyik box. És akkor még vissza tudok launchalni. Persze, hogy nem ad se bandage-et, se rakétammód. Semmet kitet legalább azt adna. Az, ja, nem tudom miért láttam azt, hogy adott medkitet, de azt láttam. Legalább akkor rakétammót adjon, hogy tudjak majd launchalgatni. És ez is sérdet adom, amúgy. Mondjuk ez a Spooky Land, ez olyan nagy hely. És meg ki is lootaltam. Lucky Woods-ot tudnánk még kilootani, de ez picit messze van. És csak három rakéta ammó van. Még ebben van kettő, megéri? Jó, akkor elmegy odáig. Lesz, ami lesz. És akkor megpróbálok túlélni majd a végső körig. Nyilván azt már szinte nem lehet túlélni. Nincs annyi heal. Meg medkit sem fog segíteni, akkor már tizet sebez. Miért valaki kérdezni, ezen a mappen random a kör. Amúgy, ha bármit segítsek, hogy mutassam meg, hogy hogy csináltam, hogy ilyen beállításokat, meg ilyeneket, mit hogy kell. Azt segíthettek. Nyilván az ilyen gombokhoz, hogy mit tudom én, egy-egynél, hogy gomb, megnyomsz egy gombot és kitörölje a építményeket a mappen. Azt nyilván az én se értek. Ezt is csak néha videóban meg tudom csinálni. Box PvP-vel mondjuk tudok segíteni, meg ilyenekben. Tehát nyugodtan írhatjátok, de ez legalább adok ilyen mód, sok wave. A mód. Úgyis van sok wave is. Amihez van 4 ammó. Itt már összesen van 6 ammóm. Minden lát, azt kilútoltam, ott szokott, azt is kilútoltam, nem? Akkor a házban van azt hiszem 2 láda. Aha, tudtam, hogy középre fog szükni akkor, Lake City-hez. Mindig oda szokott. Azért jó az a hely. Medkitet vagy bandage-et azóta se találtam.
Egyébként, ha meg ilyen betűre ilyen mappet szeretnétek építeni, akkor én ezt egy tutoriál segítségével tudtam megcsinálni. A videós neve, aki csinálta a tutoriált, az ugye, a videós az magyar, tehát magyar tutoriált néztem róla. Úgy hívják, hogy Ghost 4 Rider, annak van kettő rész, van egy ilyen tutoriál sorozata, a DR, hogy hogy kell ilyen betűrejel mappet csinálni. Ami ilyen két részes, nem tudom, hogy lesz a harmadik része. Nemrég csinált egy ilyen sorozatot. Ilyen sorozatot. Hanem lesz több része. És úgy tudjátok. Szóval Ghost 4 Rider, ha érdekel. Gondolom tudjátok leírni. GHOST 4 RIDER. Jó, azt látom az összes ammom. Ugorjál már fel, Vici. Ez már picit unalmas, hogyha ez a 28 másodperc letelik, tehát beszögül a kör, akkor én már szerintem szólózok. Mert ezért sürget az idő is, azt már nem fogjuk tudni végignyomni a végső körig. Úgy sincs annyi healing. Meglesem, hogyha veszükült. Aha, jó. Na, lévelek. Szerintem most elmegyek szólózni. Megpróbálok, hát ha sikerül egyet vinálni. És utána szerintem a streamnek vége. Tényleg van Skid Game pálya, amiből talán majd csinálok egy streamet. Jó. Na, ja igen, hallottam, meg tudok róla, hogy felvett ilyen piramis alakot, ez a középső hely, ami középen van, most nem ugrik be a neve. Meg került be zöld értékben is kombat. Meg Narutos lesz a busz, arra viszont nem tudtam. Picit idegesítő, hogy ez a szemembe lóg ez a szalag, hogy mi akar lenni. Középre, megnézzük a úgymond frissített helyet. Még picit frissítve van, ilyen piramis alakot vett fel. Ugye ez ilyen piramissá fog változni majd a season végére. Mert és ha ide jövök a tetejére, ide bekemperek, az kész. Mentem a háromszögre, mert az állok. Úgy itt telefonok, és úgy itt. Nem lehet ide, pedig jó lett volna.
Boy. Egyet ugorottam, azt az előbb kaptam egy csomó XP-t. Gyors, be kell inni a minit. Ja, ez baj, az a hátrány, hogy itt nem lehet sok materiált szerezni. Mi van? Na. Görgőre raktam a rezetelést. Miért nem rezetel? Na. Nem rezetel. Még a görgőre raktam. Csak rá kéne nézzek a falra és görgessek és kész. Ez nem történt semmi. Na, combat pisztoly. Nem hallok sok embert amúgy. Tehát nem jöttek ide, vagy mi? Nem baj, addig is tudunk békésen utalni. És amúgy is ránk szűkült a kör. Tényleg majd kéne menni egy kört az Icy Grapplerre, csak nem tudom, lesz-e már idő. Hát 7:30 van, 7:30. Talán egy meccs még lesz idő. Nem állulnak. Húúúú, ennek epikes MG-je van, hát ez fos. Ez kurva OP. Azt lelőtte helyettem a gyerek. Azt hiszi, belaphatja ki, lemethet, hülye. De nem vette fel az SMG-t! What? Nee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 e
El is felejtettem, hogy benn van. Szia, Rotti, tegyük a mappet. Ott tényleg elfelejtettem valamit, kikapcsolni a copyrightot. Mutal. Apply. Jó, így most le fogja mutálni a copyrightos zenéket. Revisz. Amúgy ezt Travis-t amúgy lehet, ki fogják törölni a Fortnite-ba, ha jól tudom. Most kering egy olyan pletyka, hogy ki fogják törölni. Nem lesz bent már a Fortnite-ba, skin. Ugye történt vele egy eset. Most így nem megyek bele annyira, de sok videós beszélt már, tehát így nézzetek utána, Travis újabb, mondjam már, Astrobartos koncertjén lévő baleset. Ide keresetek majd rá.
Sem gé! Ott van! Jó. Hát csak le kell szedni. Hú, gyerünk. Remélem hátul nincsen fegyver. Mert talál egy sötét. Ezt vége. Bemegy a házba. Vagy nem? Hol van? Hol van? Ah, hallottam, van fegyverem. Ah, Kakashi. Na, jó volt ez a mai nap. Engem sürget az idő. Késő van már. Remélem mindig jól éreztem magát itt. Ez mi? Légy szíves, Naruto, az kis félben, amit mondok. Szóval remélem jól éreztétek magatokat, majd ebből szerintem egy sorozatot fogok csinálni ebből a mapépítéses live-okból. Tehát lesz több ilyen live is. Folytatni fogjuk a mappet. Igen, vissza fogják majd rakni a Brute-ot, lehet rá szavazni, hogy visszarakják. Őszintén én nem akarom. Igaz, hogy most gyengébb lesz, mint Season 10-ben, de nagyon OP lesz, szerintem még így is. Mindegy. Öt csillag. Just benézzük a betűpasszhez majd. Nyer. Jó. Szóval ide benézek a bónuszhoz, nem a betűpasszhez. Van most 25-öm. Kezdek a legkisebbel. Ami csak 10-be kerül. Sőt, lehet, hogy inkább csak gyűjtem kéne. Szóval remélem jól éreztétek magatokat. Lesz még ebben a stream. Mapépítéses közéből. Ha bármit szeretnétek, hogy segítsem, hogy kell ilyen galaxy mappet csinálni, mint ahogy csináltuk az eget, így ilyen galaxival. Vagy hogy bármilyet az ilyen gombos gombnyomásra megcsinálni dolgokat, mint például gombnyomással kitörölni az építményeket, azon kívül, mert az én nem értek. De ha bármi mást akartok kérdezni, ezt nyugodtan leírhatjátok, ha bármi másba akarjátok, hogy segítsek. Ennyi volt ez a stream. Találkozunk a legközelebbi közvetítésbe, vagy élőbe. Vagy, na, közvetítésbe, vagy videóba. Én Patrik voltam, sziasztok!